Komoly légiósokat köztük VB ezüstérmes átlövőt is igazolt az új idényre a tavalyi bajnoki bronzérmes érd női kézilabda csapata, amely viszont hirtelen elköszönt Tristó Krisztinától. Az érdiek most ötödikek a tabellán, az EHF kupában a nyolc közé várja a gárdát a klubvezetés. A tervekről kérdezzük Szabó Edina vezető, ezért ő van velünk, jó reggelt kívánok! Edina, ugye elvileg nem beszélhetsz róla, én viszont gyakorlatilag nem hallgathatok róla. Pár szót mindenképpen kéne ejtenünk Trissú Krisztina távozásáról. De ti megegyeztetek, hogy a részletekről nem beszél egyik félse. se. Annyit azért elmondhatsz-e, hogy, hogy szakmai vagy személyes oka volt a szakításnak? Hát nagyon mindenki végzi a dolgát ugye az életben, és ez egy nagyon ravaszan föltett kérdés. Maradjunk annyiban, hogy a, a játékos és a klubvezetés között történt békés megegyezés alapján, nem nyilatkozhatunk róla, nem. Én, ez a vezetés döntése rám is érvényes. Azért annyit én személyesen, személyes véleményként hozzá tennék, hogy szerintem, mivel válogatott játékosról van szó, ez szolgálja leginkább a válogatott felkészülésének és az érdekét, úgyhogy ez nekem ezért nem is esik nehezemre, az, hogy ezt a döntést tiszteletben tartsam. De akkor, de tulajdonképpen akkor ez nem a te döntésed? Ez a klub vezetésének a döntése, ez egy klub döntése, itt, ö, ö, ez itt mond, az előbb beszéltünk róla, mindenki csinálja a saját dolgát. De azt érzik hogy... saját ezt, szerepét. Úgyhogy ez nem, 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 jó, mikor az emberek mást akarnak játszani, mint amik, ami, ami, ami rájuk van kiosztva. Én vezetőedző vagyok. Nyilvánvaló, hogy egy vezetőedzőnek van egy döntésköre, egy hatásköre. Azt, hogy aztán ott a klubon belül mi történik, arról mindenki természetesen Tájékoztatva van, tud róla. Én azt hiszem, hogy arról, hogy miért, miért, miért döntöttek így, arról talán a klubvezetőt kellene valóban megkérdezni. Azt érzékeled, hogy az érdi szurkolókat érdekli ez a, ez a helyzet, ez a vita. Van jó sok támogatótok, hála istennek, hogy, hogy mi történhetett itt. Tehát kapjátok folyamatosan a kérdéseket? A lényeg abban van, hogy nagyon sokan, nagyon sokan szeretik a klubot, és nagyon sokan támogatják a klubot, ez a, az, az érdek a, a története az NB1-ben, az egy nagyon különleges és nagyon szép történet, hiszen az nyilvánvaló, hogy az, hogy a klub ideig el tudott jutni, és ennyire stabil, ahhoz kell egy, egy, egy nagyon erős háttérország, egyrészt a város részéről, másrészt pedig a, a szurkolók részéről, Szóval nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sokan, talán a legtöbben járnak tavaly, ugye nagyon vannak ilyen statisztikák, ahol az elején végeztünk. Ebben ugye erre büszkék vagyunk, erre ennek örülünk. Nyilvánvaló, hogy az embereket érdekli, hogy mi történik a, a csapatban, a, a csapat körül. Én azt gondolom, hogy hogy ez a, ez a klubvezetés, ez a klub, úgy együtt mindenki, az az... Hosszú évek óta bizonyítja, hogy, hogy egy nagyon átgondolt stratégia alapján működik, építkezik, nem hoz össze-vissza döntéseket, hoz jó meg rossz döntéseket, mint mindenki az életben. Ennek a felelősségét mindig fölvállalják, fölvállaljuk. Én azt gondolom, ezt a játékosaink is, is, is átérzik a bőrükön, hiszen a csapatunk is egy kicsit így működik. Hol jól, hol rosszabbul de azt a fajta egységet, amikor úgy megtalálják az emberek, és azt a fajta küzdést, amire ide tudtunk jönni, amire ennyien szeretik ezt a csapatot, nem csak Erden, hanem az egész országban, az eredményezi azt ugye, hogy azért egy olyan eredménylistával rendelkezik már most ez a csapat, amire, amire én személyesen nagyon büszke vagyok, nagyon örülök neki, és természetesen mindenki, aki, aki ebben részt vesz. Na most az egy... gondolom, elég egyérthető érte... volt. Érthető volt. Gondolom, Német András szövetségkapitány ő, ő tudja a, az okokat, tehát ő tudja, hogy mi történt. Hiszen neki kell majd dönteni a játékos sorsáról, ő azt mondta, hogy számít rá a válogatottba. Én azt gondolom, mindig ugyanakörül körül fogunk ma, ma reggel <laughs> bőrögni, mindenki csinálja a saját dolgát. Jó, Német András a válogatott edzője, én nem beszéltem vele. Ö, nem tudom, hogy a klubvezetés beszélte vele, ö, mint mondtam, a játékos én azt gondolom, hogy hamar... Ö, Edina, tár, be, csapatot ez az ő dolga, be, nem, én nem be, beszéltem be, 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 vele, nem fejeztem. tudom, hogy ő mit tud. Be, befejeztem, azon menjünk tovább, hogy neked viszont kell, vagy kellene helyette másik játékos, nem? Vagy nem kell ebben a helyzetben? Kell valahogy pótolni, kell igazolni, és egy kicsit akkor most beszéljünk magáról a keretről, amelyik most rendelkezésedre áll. Igen. A keretünk azt gondolom egy nagyon jó keret, nagyon jó játékosokból áll, egy nagyon egységes társaság, aki egy nagyon jó felkészülés és egy nagyon jó kezdés után, hiszen a Szegeden elért nagy, nagy arányú győzelem, az, az személyesen engem nagyon-nagyon örömmel -nagy töltött el. Tehát az egy, az egy jó dolog volt, hogy ilyen sok gólal tudtunk tudtunk nyerni, Kicsit váratlan a, a folytatás, meg nem is. Tehát, mint az előbb említettem, hogy e körül forgunk mindig, úgyhogy ez, ez mindig elmondjuk, hogy szeretnénk kielítani, hogy ne legyen ennyire hullámzó a teljesítményünk. Valószínű, hogy nem véletlenül ennyire hullámzó a teljesítményünk. Ez egy csapat, aki úgy kicsit nem tudja mindig, hogy hol, hol, hol hova tartozik, a legjobbak közé szeretne, de valóban a legjobbak -e az embereink, hozzájön az, hogy a mai kézilabdában ugye egyáltalán nincs olyan, hogy előny meg, ki a, mindig, én mindig egyszerűen. kire mondják, hogy jó csapat, kire mondják, hogy nem jó csapat, ki a jó játékos, miért, szóval ez egy olyan nehéz, egy-egy kivételt, tényleg extra kivételtől eltekintve, mindenki oda kerülhet a legjobb játékosok közé, a legjobb csapat, minden csapat oda kerül. Szóval hamar változnak a dolgok, meg fordragó. Igen, tehát mm -hmm. ne, nem attól függ, hogy papíron most éppen ki, micsoda, ugye? Mi egy, már nagyon régóta, ugye, mindig is úgy dolgoztunk, hogy sok játékosa. Én sokat forgatom az embereimet. Valószínű az én ö, dolgaim sem úgy sikerültek, ahogy azt én elképzeltem. Hozzáteszem, hogyha rajta volna, akkor én még többet cserélnék, és Igen? még többet forgatnám az embereimet, hiszen nagyon tehetséges emberek ülnek a padon, akiknek nyilvánvalóan nem juthat főszerep, de azért egy kicsit én mindig úgy meg is próbálom azért néha úgy be, becsúsztatni őket, mert ez egy építkezés, és ö, van egy nagyon erős eredménykényszer, kérdezted, hogy mik a céljaink, a céljaink változatlanok, nyilvánvalóan, van egy erős ö, eredménykényszer, ugyanakkor meg, ö, és azt gondolom, ezért vagyok én az edző, vezető, edző érden, van egyfajta stratégia, egy elképzelés, egy filozófia, egy kézilabda, amit, amit szeretnék megvalósítani, és én elmondom, tehát lehet, én minden nap úgy megyek dolgozni, hogy nagyon örülök, hogy még mehetek dolgozni, És de ez így van, nem csak a nehéz, hanem a jó időszakokban is. Ezen én nem szeretnék változtatni, vannak nehézségei, én, én azt gondolom, hogy nem sokat alszom itt egy, egy ilyen szezon alatt, sajnos ez úgy nyomogat is, hagy az emberen, de tehát ez egy állandó ö, önmarcangolás, kérdés, feltevés, hogy a lehetne jobban. De az ember, tehát amin halad, amiben hisz, én azon nem, nem akarok változtatni, nem is szeretnék, és ráadásul eredményes is, hiszen, hiszen egy nagyon erős mezőnyben most már három éve ott tudtunk stabilan lenni a legjobb négy között, ami, amit, ami bár mindig az meg nagyon könnyű, meg egyértelmű, de ez tudja mindenki, hogy nem így van. Most ez a mezőny egyébként szerinted idén euh, még tovább erősödött, a, amit úgy hívunk, hogy Magyar Bajnokság, és annak az élmezőnye? Én szerintem ez egyértelmű. Uh -huh. Egyértelmű. <clears throat> Most tényleg azt gondolom, hogy a mi példánk, amit elértünk az utóbbi években, az egyszerűen az átragadt egy kicsit több, most nem, tényleg nem akarok túlzás beszélni, csak így az az érzés, hogy, hogy bárhonnan legalulról is föl jutni, más csapatok is vannak így persze is, el lehet jutni a legtetejére a Magyar Bajnokságnak, a legjobbak közé. És ez egy olyan, olyan motiváció minden csapatnak, minden klubnak, minden játékosnak, minden edzőnek, ami, ami, ami bizonyítja ma ugye, hogy tehát mindenki mindenkit meg tud verni, hát ez mindig így volt, de most már mindenki oda tud lejutni a legjobbak közé. Nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy itt óriási küzdelem van, nagyon magas, le talán a világ legjobbja, ezt jó érzés, hogy ezt mondjuk a világ legjobb bajnoksága. Én szerintem az, hogy minden hétvégén nagyon jó meccsek vannak. Senki nem adja fel senki ellen, ez az bizony, ez, ez a sport, ezért szeretik annyira a női kézlabdát Magyarországon. Rengeteg érzelmet, egy kicsit szerintem túl sok negatív érzelmet vált ki, az nem, de hát ez, egy, ez, ez, így van, ezt már én úgy hozzászoktam, de tehát az a nyerünk, vesztünk, küzdünk, nem küzdünk, jól érezzük magunkat egy meccsen, nekem ez, ez nagyon fontos a, 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 sportba. Itt néha egy kicsit az emberek túl, túl nem, tehát nem is tudom, ki mondták nekem, ez, sport és nem világháború, ez így van. Tehát... Na de néha mégis, mintha háború lenne. Még... Néha mégis, mondom, de ezt a, tehát a játékosoknak se könnyű ugye elviselni. Meg el, de hát ez, ez meg a szépsége mindig, ezt én ezt úgy gondolom, hogy ezt el kell tudni viselni, ebbe kell élni. Jó, hogy ennyire szeretik. Világ legjobb bajnoksága, mindenki meg tud verni. Mindenki, ezek a tények, és nekünk meg ebbe kell élni minden nap. Az, és azt mondom, bocsáss meg, bocsás, meg a, az, az, amb, az ambícióidba. Itt van ugye az EHF kupa, eh, ahol szintén magas a mérce, amit, amit a vezetés kijelölt nektek. Mondjuk, hogyha ha választanod lehetne most a te vezetői ambícióidba, a magyar bajnokságba megfogni a Fradit, és egyel följebb lépni, vagy pedig az EHF kupában mondjuk döntőt játszani, akkor melyiket választanád? Saját tréneri ambíció idénre. Az a válaszom erre, hogy így álmodozni, ez, ez az egy jó dolog. Én is szoktam álmodozni, mindig hosszú távon elképzelem, mi lenne a jó, mit szeretnék. Azért nem szeretnék most erre a kérdésre válaszolni, mert a játékosaimmal ez a küzdelem folyik. Jó, álmodozni meg mit szeretnék, meg ho... az egy jó dolog, az jó. Az, hogy nekünk mindig napról napra kell tervezni, napról napra kell élni. Én megmondom neked, hogy én miről mit szeretnék. Valóban most ebben a pillanatban a hétvégi mérkőzésen nyerni. Ez a, ez a legnagyobb vágyam, ez a legnagyobb álmom. Egy akármilyen mérkőzésen, bármilyen jó, rossz játékkal, de küzdelemben, küzdelemben Nyerni a hétvégén. Nekem pár pillanat, ez a legnagyobb vágyam. Hát Edina, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor valós is meg álmaidat. Köszönöm. köszönöm.